Az emléknap igénye és gondolata Kanadában a közalkalmazotti szakszervezet részéről merült fel 35 évvel ezelőtt. Azóta világszerte megemlékezéseket tartanak az érintett munkavállalók tiszteletére. Április 28-a a munkahelyi balesetekben elhunyt és megsérült munkavállalók nemzetközi emléknapja. A hagyományokhoz híven a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nógrád megyei szervezete megemlékezést tartott az alkalomból Salgótarjánban. Kondor Norbert, a Munkavédelmi Bizottság elnöke elmondta, 2016-ban született meg hazánk munkavédelmi nemzeti politikája, melynek már vannak eredményei. Többek között csökkent a mezőgazdaság területén a balesetek száma. Ennek ellenére az átlagos éves statisztikák rosszabb képet mutatnak. Évről évre folyamatosan nő a munkabalesetek száma. Halálos munkabaleseteké, hál' Istennek, nem stagnál 79-80 a számon áll, de sajnos nem tudjuk őket csökkenteni. A legrosszabb helyzet a KKV szektorban tapasztalható, ahol a legtöbb munkabaleset történik. Négyszer annyi munkabaleset és 25-ször annyi halálos munkabaleset történik a kis és közepes vállalkozásoknál, mint a nagyvállalatoknál. Ez nem lehet véletlen, hiszen itt nem igen működnek szakszervezetek, nincs munkavédelmi érdekképviselet. A foglalkozási megbetegedések száma hazánkban alacsony, ez azonban a bejelentések elmaradásával magyarázható, tette hozzá. Szakértők szerint évente 3000-en halnak meg daganatos megbetegedésekben, ami munkahelyi okokra vezethető vissza. Kiszámoljuk, 36 év alatt meghal 5200 ember, munkabalesetben, 2 év alatt meg 6000 körülbelül foglalkozási megbetegedés alatt, úgyhogy 6 borzasztó nagy számok. Röviden, ha össze kellene foglalnom, akkor az elmúlt időszak történet is azt mondhatnám, hogy történtek pozitív előrelépések a munkavédelem terén, de mindenképpen szükség van a további munkára, nem dőlhetünk hátra. Zárásként a megjelentek elhelyezték koszorúikat az emlékhelyen, majd megemlékeztek május 1-e előzményeiről, a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányok előtt tisztelegve.